A Liget Budapest projektnek köszönhetően még ebben az évben befejeződik a komáromi csillagerőd rekonstrukciója és bővítése. A 6 milliárd forintos beruházással a tervek szerint egy új, összesen több mint 7000 négyzetméteres kulturális központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipsz gyűjteményének jeles darabjai találnak majd otthonra. Az új létesítmény a tervek szerint oktatási ismeretterjesztési feladatokat lát majd el, korszerű interaktív múzeumi körülmények között, így igazi családbarát kulturális intézményként várja majd a látogatókat 2019 nyarától. A beruházás április 4-én mérföldkőhöz érkezett, hiszen az épületegyüttes bővítése elérte a legmagasabb pontját. Egyeles alkalomból ünnepséget rendeztek, melyen Krucsai Né Herter Ranikó az emberi erőforrások minisztériumának kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő, Bán László a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa, és dr. Molnár Attila Komárom polgármestere helyezte el szimbolikusan az épület legmagasabb pontján az ilyenkor szokásos bokrétát. Az a projekt, ami itt megvalósul, hiszen azért mondjuk el, hogy talán két zászlós hajója van ezeknek a fejlesztéseknek. Az egyik, ahol most állunk, ugye a csillagerődnek a felújítása, a megújítása, a másik pedig a másik erődünknél, ugye a monostori erőd mellett megvalósuló új Dunahídnak a, a projektje, ami szintén gőzerővel halad. És uh, itt az a szobormásolat park, ami bemutatásra kerül, szintén egyedülálló, hiszen Közép-Európában az egyedül ilyen létesítmény lesz a csillagerőd. Éppen azért uh, mi azt várjuk, és uh, komáromiak, mi azért vagyunk büszkék erre a beruházásra, egyrészt mert megújul az erődünk, másrészt, ugye munkahelyeket teremt, harmadrészt az idegenforgalom és a turizmus szempontjából is jelentős fejlesztést fog hozni, és ne felejtsük el, hogy minden település életében a helyi adók határozzák meg a fejlesztési lehetőségeknek az irányát, és mind az iparűzési adó, mind az idegenforgalmi adó bevétel szempontjából is egy nagyon jelentős fejlesztés előtt állunk. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében köszönhetem Önöket itt ma, ezen az örömünnepen. A mai Pokréta ünneppel a Liget Budapest projekt újabb állomásához érkezett. A kormány 2010 és 2018 között képviselt kultúraápoló kultura és támogató programjának köszönhetően az elmúlt években számtalan művészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmény fejlesztése valósult meg, vagy indult el a fővárosban és vidéken is. A csillagerőd e megújuló kulturális hálózat jelentős eleme, az itt elért eredményekre méltán lehetünk mindannyian büszkék. Kulturális örökségünk a felújítást követően újból erőddé, a kultúra helyi fellegvárává válhat. Az erőd rekonstrukciója során új funkciót kap, egyúttal akár országos turisztikai látványosságá is válik. A tervek szerint 6 milliárd forintos beruházással egy új, több mint 7000 négyzetméteres kulturális központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszgyűjteményének jeles darabjai találnak majd otthonra. Az új létesítmény a tervek szerint oktatási, itt ismeretterjesztési feladatokat lát majd el korszerű, interaktív múzeumi körülmények között. Így 2019 nyarától igazi családbarát, kulturális intézményként fogja, fogadja majd a látogatókat. A megújult és egy 3000 négyzetméteres kiállító csarnokkal kiegészült csillagerőd az egész országból várja majd az iskolai csoportok és a családok látogatását, akik számára gazdag és izgalmas interaktív programokat kínál majd az új intézmény. Úgy fogalmaztam a napokban, hogy Komárom lassan, de már talán nem lassan, hanem már erről is múlt időben beszélünk, ismét régi méltó nagy híréhez, és ő negyedik Bélát idézte, aki városi rangot adott a településnek. Komárom és Észak-Komárom történetét összekapcsolva ennek a településnek és ennek a városnak a jövője az kulcskérdés. És talán egy valami maradt ki, de biztos vagyok benne, hogy szándékosan hagyta ki Attila azt a beruházást, ami Látványosan ide nem kapcsolódik, mégis egy-két mondatot megér ez az új Duna hídnak az építése, ami egy olyan elsősorban természetesen gazdasági célú beruházás, hiszen egyfajta gazdasági áruforgalomnak forgalomnak az átvitelét jelenti egy észak-déli tengelyen Dél-Szlovákia és Magyarország között. De látjuk azt, hogy itt Komáromban, Túlkomáromban és Délkomáromban ennek a hídnak szimbolikus üzenete és jelentősége van. és Ott kapcsolódik ez a híd, Felvidék és Magyarország összekapcsolásával az erőd, csillagerőd bokréta ünnepéhez. Hogy az erődrendszer is egy a régi komáromot idéző erődrendszer. Itt Komáromban az Igmándi erőd, a monostori erőd, és a csillagerőd van, és túl Komáromban találjuk meg az erődrendszer építményének másik grandiózus épületegyüttesét, és sokáig, sokáig töprengtünk, hogy mit lehet tenni az erődökkel. A monostori erőd egy részének a felújításán túl vagyunk, nem olyan régen, ott is még keressük a jövőt, és itt egy kiváló és egy nagyon tartalmas együttműködésnek köszönhetően, és ezt Vár László miniszteri biztos úrnak külön meg kell köszönnöm a vidéki helyszínválasztást, Komárom választását és a tartalomválasztást. Ezt háromokból is teszem. Nem volt olyan részletkérdés, amiben a Komáromot érintő csillagerő fejlesztések esetében ne tudtunk volna mindkét projekt számára gyümölcsöző kompromisszumot kötni. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen maga a Liget projekt, maga az a tartalom, ami ide érkezik, erről volt szó, ezt nem mondom hosszan, és az a cél, amit a városban és a térség életében ez az egy épület együttes be tud tölteni, annak valahol találkoznia kell. Több okból. Az egyik Budapest sincs olyan messze. Tehát maga az egész gondolat egysége az a távolságok mentén is tartható. Másrészt pedig ami miatt nekünk fontos ez a fejlesztés Komáromon túl, és a Komáromi erődrendszernek ismét egy, egy elemével gazdagabb és tartalmasabb tud lenni az, annak a hagyatéknak az őrzése, amit eleink ránk hagytak. És egy zárójeles mondatot mégis elmondom. Van az ügynek egy nagyon, a beruházásnak egy nagyon finom és nagyon nagyon édes, pikáns áthallása számomra a görög-római szobormásolatok ideérkezése, az egész ókori európai kultúrának a bölcsőjét idéző szobormásolatok ideérkeznek az egész római kereszténységgel együtt, és ezt egy erődrendszerben nemhogy őrizzük megmutatjuk, és jövőt teremtünk annak a kultúrának, amit ez a görög, római és keresztény kultúra itt Európában alapított, zárójel bezárva. Mindenki hall és ért belőle, amit szeretne, és remélem azt, amit én szeretnék. De remény megvan rá, hogy jövő nyáron megnyílhasson az intézmény. Mi nagyon hálásak vagyunk, hogy Komárom ilyen partner volt kezdetektől fogva, tehát nem véletlen, hogy a választásunk Komáromra esett, hiszen a legelső pillanattól kezdve a város ebben partner volt. Ha jól tudom, minden ilyen típusú szavazás egyhangú a mentát, ami testületi hatáskör volt, építési szabályzatok, stb. hiszen kellett ebben is lépni. És Komárom, ahogy képviselően is mondta, és az egész térség, Valóban egy olyan fejlődést él meg, aminek ez a pontja és egy újabb vonzerőt fog jelenteni a térségnek, és biztonsággal számíthatunk arra, erre a minisztérium is kaptunk támogatást, hogy részesévé válik a kormányzat által a támogatottnak, támogatottan is egy olyan, ahogy az iskolai kirándulásunk mindannyian részt vettünk benne, meg a gyerekeink is részt vesznek benne. Ez egy rendkívül fontos napjai a tanévnek, amikor szépen fogják magukat a kölkök, és elmennek egy-egy fontos településre, és annak a környékét megismerik mélyebben. Itt, ha jól tudom, a miniszterem, és ezt reméljük, ezt a támogatást segíteni is fogja, hogy ez a kultúrtölteti sétához, amit ez a gyűjtemény újraegyesítés jelent, minél többen eljuthassanak, minél több iskolá hiszen azt az élményt, amit a múzeumpedagógiával egybekötve múzeumpedagógiai foglalkozás, hiszen ez vezetett túrában lesz a legizgalmasabb megnézni, erre is utalt képvisel asszony, a terek is alkalmasak lesznek rá, a gyűjtemény is. Tehát magyarán egy olyan élménnyel gazdagodjanak, amely nagyon sok tudást és élményt ad nekik a művészet történetnek egy sok száz éves nagy periódusáról, végre megnyugtató helyre kerül a szép művészeti gipszgyűjteménye, megnyugtatóan rendeződik egy több évtizede kaladó gyűjteménye, egy több évtizede pusztuló történeti emlékünk a csillagerődnek a sorsa. Tehát ez egy ilyen win-win, mindenki csak nyer ezzel a fejlesztéssel, és biztos vagyok benne, hogy Komárom városa kiváló gazdája lesz ennek, a, ennek, az új létesítménynek, és nagyon sok, sok ezer, sok tízezer látogatót boldog Diákot, szülőt, családokat kívánok!